Nőtt a lakossági hitelfogyasztás. 37 milliárd forinttal több lakossági hitelt helyeztek ki a bankok 2016-ban, mint az előző évben, áll a Magyar Nemzeti Bank közleményében. A kölcsönszerződések között legnagyobb mértékben a lakás célú hitelek növekedtek, mintegy 48%-kal. Az állami kamattámogatás és a csok növelte a hitelezési kedvet. A lakossági hitelezésben az adósságrendező hitelek fogytak a legjobban 2016-ban, a már meglévő magas kamatozású személyi bankkártya és áruhiteleket váltották át kedvezőbb kölcsönszerződésekre. A legjellemzőbb volt most az adósságrendező személyi kölcsön. Ezek az adósságrendező személyi kölcsönök már 10% alá tudták vinni a kamatot, és ezáltal 15-20-25-30-40%-os áruhiteleket, fogyasztási hiteleket, mármint hitelkártyákat, személyi kölcsönöket érdemes volt ennél ezzel a fedezet nélküli személyi kölcsönnel kiváltani. Egyébként a bankok emeltek a személyi kölcsönök hitelkártyák plafon összegein. Van akár 5 milliós személyi hitel is és 1 milliós bankkártya hitel. 2016-ban csúcson járt a lakáseladások száma, 40%-kal több ingatlan cserélt gazdát ebben az évben, mint az azt megelőzőben. A lakáspiac húzta felfelé a lakossági hitelezést is. A családi otthonteremtési támogatást igénybe vették a családok, a hiteligénylési kedvet, a magasabb lakásárak sem fékezték. Az önerőhöz pedig hozzátettek a gyermekek után járó támogatásokból, ami például egy használt lakásnál 3 gyerek esetén 2,7 millió forintot is jelentett, így az államilag kamattámogatott lakáshitelek piaca növekedett leginkább. A pénzintézetek egyébként hasonló feltételekkel kínálták lakáscélú hiteleiket. 37 milliárd forinttal növekedett a háztartásoknak nyújtott hitelkihelyezés 2016-ban, áll a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Ebből az új szerződéskötések között mintegy 48%-kal a lakáscélú jelzálog hitelek növekedtek. Vendégünk a stúdióban Csisztu Csilla, a Dunahouse ingatlan értékesítője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlöm a nézőket, kedves nézőket! Mondhatjuk azt, hogy Nyíregyházán is, illetve Nyíregyháza vonzás körzetében is elsősorban a lakóingatlanok adásvétele növekedett meg, míg a gazdasági célú ingatlanok kicsit mérsékeltebben mozognak. Igen, egyértelműen elmondhatjuk. Itt az előző felvezetőben ugye 30-40%-os eladási növekedésről beszélünk, hát Nyíregyházán nincsen meg ez a 30-40%, de itt is a Dunahouse ingatlan irodának a statisztikái, ugye folyamatosan gyártjuk, és most évvégéhez közeledve azért már látjuk a számokat, egy 20-25%-os tranzakciószám növekedés biztosan elmondható. Milyen jellegű ingatlanok indultak meg leghamarabb, illetve mik azok, amik a legkelendőbbek? Én még mindig azt mondom, és azt látom, hogy hogy a használt lakások, amik a legjobban pörögnek, ezeknek az árai is ugye szemmel láthatóan, meg pénztárcánk is látja, hogy igencsak megnövekedtek. És a családi házak tekintetében is megindult a vásárlási kedv. Itt az olyan 25-30 millió közötti családi házak azok, amelyeket szinte mindegyiket el tudjuk adni. Az árak növekedésében ugyanez a tendencia figyelhető meg? Tehát a kisméretű, a kis alapterületű lakások azok, amik a legjobban megugrottak? Igen, igen, ezt látjuk. Hát gyakorlatilag régebben, egy pár évvel ezelőtt még lehetett 6 millió forintért lakást venni. Most ilyen már nincsen, vagyis nagyon-nagyon ritka. Ahol a legnagyobb árnövekedés tapasztalható, a 6 és 8-10 millió forint közötti ingatlanok. Tehát ami 6 millió volt, akkor most számszerűsítsük, az már 7,5 millió forint körül van. És ahogy megyünk fölfelé árban, ott ugye szűkül ez az emelkedés. Családi házaknál, nagyobb értékű családi házaknál meg szinte el is tűnik. Mekkora az igény, illetve az igénynövekedés új építésű lakóingatlanokra? Nyilván ennek van egy átfutási ideje, hiszen ehhez fel kell, hogy épüljenek ezek az új ingatlanok, de látszik-e már valamilyen tendencia? Határozottan látszik, igen. Igen, határozottan látszik. Most, amit látunk jövőre, 2017-ben, akármilyen hihetetlen is, 7-800 új építésű lakás lesz átadva Nyíregyházán. Igen, ez nagyon nagy szám.
Ebben az évben is elkezdődtek az építkezések, sőt most már néhány társasház már ott van, hogy ugye befejezés előtt áll, de a legnagyobb örömünkre, ugye amit a Dunahoz ingatlannál eladásra kerültek, szinte asztalról, mi úgy szoktuk mondani, hogy asztalról elkelnek ezek a lakások. Az új építésű ingatlanokra is érvényes, hogy inkább a kis alapterületet keresik, vagy ezek még építés közben azért mobilisabbak ezek a tervek? Nem jellemző. Akik új építésű lakásokat vesznek, kétféle módot, tehát kétféle típus van. Valaki befektetésnek veszi, ők nyilván a kisebb alapterületűt keresik, viszont akik a csokkot szeretnék igénybe venni, ott a 60 négyzetméter fölötti az, amit keresnek, tehát erre tudják ugye a támogatást igényelni. Mi a helyzet a családi házakkal, illetve az építési telkekkel? Van egyáltalán szabad építési telek Nyíregyházán? Igen. A tavaly előtti évben szinte minimális volt a telekeladásunk. Most ez nagyon-nagyon megemelkedett az eladott telkeinknek a számait. Érdekes adat, hogy 1 millió forintot érő telket is eladtunk, és 75 millió forint értékű telket is eladtunk. Tehát itt mozognak a telekárak. Nagyon-nagyon kevés belvárosi telkünk van, amit viszont sokan keresnének. Egy-egy fokhíj van a belvárosi kisebb utcákban, Epreskert utca, Honvéd utca, tehát hogyha így körbenézünk, és ezeknek borzasztóan magas az ára. Hát aki ugye ezt, meg egy speciális építési feltételek is vannak, ugye általában az árbeépítést kell. Akinek ez ugye nem megfelelő, szomorúan veszi tudomásul, és akkor keres kintebb, tehát a külterületek, tehát a város a körúton kívül területeket. Legnépszerűbb most az Orosi út melletti kis utcák, de azt tudom mondani, hogy a Vessük Vilmos utca, tehát Nyírszőlő felé is nagyon sok telket eladunk. Mennyire gyors egy-egy tranzakció? Azért a korábbi években meglehetősen sokat kellett várni, leginkább arra, hogy eladhassanak ingatlant. Nyilván venni könnyebb volt, hiszen nagyobb volt a kínálat. Most mennyi idő alatt zajlik egy adásvétel? Itt is végletek vannak. Van olyan ingatlanunk, ami ugye bekerül hozzánk eladásra, és már másnap el van adva. Van olyan, amelyek ugye több hónapon keresztül bent vannak. Én azt szoktam mondani, hogyha egy ingatlannak piacképes ára van, árérték arányban ugye megfelel, annak 2-3 hónap alatt biztos, hogy el kell, hogy adjuk. Hogyha ott 2-3 hónap alatt nincsen eladva egy ingatlan, akkor ott baj van. Tehát vagy az ára magas, vagy pedig olyan helyen van, amit ugye nem szerettek a vevőink. Mennyire szaladnak bele irreális hitelekbe a vásárlók? Nyilván erre is van egy kis rálátás. Ugye régebben ez komoly gondot okozott, hogy túlvállalták magukat. Nem tapasztaljuk. Körültekintőbbek az ügyfeleink sokkal. Nagyon körbejárják a dolgokat. Nekünk az irodában van egy kolléganő, akit azért foglalkoztatunk, hogy ő teljesen képben van. Tehát akinek ilyen problémája van, vagy hitelt szeretne, azt rögtön irányítjuk hozzá, és ő a legmagasabb szakmai felkészültséggel tudja irányítgatni a vevőinket. Szerintem sokkal felelősségteljesebben gondolkodnak most az emberek, bár nem kevés hitelt adunk el. Azt tudom mondani, nem kevés hitelt. Az ingatlanpiac felgyorsulása, pezsdülése milyen hatással volt az albérlet piacra? Na hát igen, ez egy örök téma, ez egy örök zöld, igen. Albérletből sosincs elég, rengetegen keresnek albérletet, rengeteget. Nekünk is minimális a kínálatunk, hiába vagyunk a legnagyobb iroda, de szinte alig. Azt veszük észre, hogy a tulajdonosok önmaguktól adják ki a lakásukat, nincsen szükség ingatlanosra, bár szerintem sokkal nagyobb a kockázat, mert mi azért sokkal jobban körbe tudjuk járni, hogy milyen bérlő ugye költözik be abba a lakásba. Ha 30 albérletünk lenne, akkor naponta 30-at tudnánk kiadni. Nincsen sok, inkább a nagyobb értékű házakat és nagyobb értékű lakásokat, tehát itt a 100 ezer és a 200 ezer forint közötti lakásokat bízzák ránk. Csisztó Csilla, köszönöm.
köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm a meghívást.